Szeretettel köszöntök mindenkit az IVI őszi nyílt napján, mint ahogy azt megszokhattátok, ilyenkor ősszel és hát tavasszal azzal kezdünk mindig, hogy egy nyílt napot tartunk, egy karriernapot, amelyen tájékozódhattok arról, hogy a felnőtt képzéssel kapcsolatban általában éppen milyen változások vannak, vagy mi a jelenlegi helyzet, illetve hogy milyen képzéseket indítunk, és azokat milyen dátumokkal, milyen formában. Ezt fogom az elkövetkező nagyjából 20 percben összefoglalni nektek. Elég sok újdonság és kihívás ért bennünket az elmúlt egy-két évben, úgyhogy a mondani valómat is e köré csoportosítottam, és az a címe, hogy újdonságok és kihívások a felnőtt képzésben az új típusú szakmai képzések tapasztalata. Ugye 2020-ban úgymond ilyen pandémiás üzemmódban működtünk. Ez azt jelenti, ahogy már sokszor elmondtam hasonló előadásaim során, hogy egyik pillanatról a másikra teljesen váratlanul át kellett állnunk az addig megszokott képzésekről, a személyes jelenléti képzésekről, át kellett állnunk úgynevezett pandémiás üzemmódra, vagyis online képzésekre. Ezt elég jól megugrottuk, ez sikerült. Nyilván ennek az is előfeltétele volt, hogy mi már készültünk a képzéseknek egyfajta jobb online tételére, tehát az addigi nagyon egyszerű e-learninges felületeinket már régóta készültünk egy kicsit változatosabbá tenni, videókkal, jobb anyagokkal feldobni, ezért ezek nagyrészt már rendelkezésre álltak, és így amikor erre szükség volt, akkor tulajdonképpen be tudtuk dobni azért, hogy a képzéseket folytathassuk, elkezdhessük egyáltalán, és aki szeretett volna ezen időszak alatt tanulni, az megtehesse azt. Nagyon jól sikerült, majd mutatok vizsgaeredményeket is, egyáltalán nem romlottak a vizsgaeredmények, kifejezetten javultak. Mi várható 2021-ben? Erről annyi tapasztalatunk van, hogy ugye lement már egy fél év, hogy ilyen terminussal fejezzem ki magam, ami az iskola rendszerben szokásos. Tehát az első fél évre az első fél évet lebonyolítottuk, és egy kis könnyebbséget adott számunkra, hogy ez alatt nem kellett teljesen online módon oktatnunk, hanem lehetőség volt a személyes találkozásokra is. Nagyon érezhető volt a mi oktatónkon is, és a résztvevőkön is, hogy nagy örömmel jönnek végre a edzőtermekbe, és nagy örömmel találkoznak egymással, veszik fel újra a fonalat, úgyhogy egészen biztosak vagyunk abban, hogy a személyes kontaktra, személyes találkozásra szükség van. Amikor tehát lehetőségünk van rá, akkor szeretnénk a személyes edzőtermi gyakorlatokat megtartani. Ugyanakkor tudjuk, hogy, vagy hát gondolom ti is látjátok a hírekben, mint ahogy mi is, hogy egyre növekszik az esetszám, az úgynevezett esetszám, közben megtanultunk ilyen kifejezéseket, és hát a mai napon már 40-valahány körüli az a szám, akik lélegeztetőgépre kerültek. Mindezek nem jó hírek számunkra, ez az úgynevezett negyedik vagy harmadik hullám, már nem is tudom pontosan, ennek a hullámnak az erősödését mutatja, ami azt jelzi, hogy esetleg várható, hogy hasonló helyzetbe kerülünk hamarosan, mint amilyen helyzetben voltunk 2020-ban a pandémia előtt. Pandémiás üzemmódban működtünk 2020-ban és 2021 elején, ami ugye azt jelenti, hogy a járványhelyzet miatt kénytelenek voltunk online üzemmódban működni. 2021-ben a nyár környékén egy picit föl tudtunk szabadulni. Ezt egy kicsit nehezítette az, hogy a rendelkezések, kormányzati döntések azok nem voltak teljesen összhangban azzal, ami mondjuk a képzésben résztvevőinknek az elvárása lett volna, illetve amit az oktatásban mi is szerettünk volna megvalósítani, úgyhogy itt újabb kihívás volt összehangolni az éppen aktuális rendelkezéseket azzal, ami optimális lett volna a képzéseink során. Én azt gondolom, tudom, hogy nagyon igyekeztünk, és reményeim szerint sikerült ezt legtöbbetek, vagy mindenkinek a legjobb megelégedésére ezt a helyzetet megoldani. Ugyanakkor most is azt látjuk, hogy ugye jön ez az úgynevezett következő hullám, már nem tudom, harmadik vagy negyedik hullám, egyre növekszenek az esetszámok, és egyre növekszik a lélegeztetőgépre kerülőknek a száma, tehát ez óvatosságra int bennünket.
megint úgy kell terveznünk, hogy nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Ez azt jelenti, hogy tervezünk teljesen online képzéseket, tervezünk olyan képzéseket, amik részben online, részben edzőtermi gyakorlattal valósulnak meg, és hát tervezünk olyan képzéseket, amik reményeink szerint nagyrészt online jelenléti képzésekkel, és ezek kiegészítéseként a komplett gyakorlat pedig edzőteremben valósul meg. Ez az utóbbi lenne számunkra a legmegfelelőbb, és az eddigi tapasztalataink alapján azt gondoljuk, hogy számotokra is ez lenne a legjobb, úgyhogy mi így készülünk. Említettem, hogy a 2020-as évet egész jól sikerült vennünk, annak ellenére, hogy hirtelen kellett átállnunk ugye az online képzésekre. Ezt leginkább a vizsgaeredményekben tudjuk leszűrni, hiszen ezek a képzések szakmai képzések, korábban ugye OKS képzéseknek hívtuk. Szakmai képzések, az a céljuk, hogy akik ezeket a képzéseket elvégzik, azok a végén képesítő bizonyítványt kapjanak, ami munkavállalásra jogosít, illetve lehetővé teszi, hogy vállalkozást indítson vele, aki ebbe az irányba szeretne elmozdulni. Ennek megfelelően le kell vizsgáznia, és hát azt tudjuk mondani, hogy az online képzés ellenére a vizsgaeredményeink javultak az előző évekhez képest. Csoportos fitness instruktor képzésünk van itt legfelül ezen az ábrán. Látjátok, hogy a 2020-as eredmények egy picit még jobbak is lettek, mint a 2019-esek. Sportoktató testépítés fitness képzésnek az eredményei kifejezetten jobbak lettek. Hasonlókat tudok elmondani a fitness instruktorról, mindig a piros csíkot nézzétek, ez a 2020-as, alatta pedig a kék, a 2019-es eredmények, amelyek a legtöbb esetben picit rövidebbek a piros vonalnál, tehát a 2020-as eredményeknél. Személyjegyző képzésen pedig egyértelműen sokkal jobb eredménye szerepeltek a képzésben résztvevőink. A szürke csík egyébként az országos átlagot mutatja ezekben az években, és azt mondhatjuk el, hogy 2019-ben is és 2020-ban is az országos átlagnál a mi vizsgázóink jobban teljesítettek. 2021 első fél évében ugye már tartottunk az új képzési rendszer szerinti képzéseket. Sajnos ezeknek a vizsgáztatási eredményeiről nem tudok még beszámolni. Azt kell tudnotok, hogy jelenleg egy átmeneti helyzet van. A jogszabály szerint úgynevezett akkreditált vizsgaközpontok váltják fel az eddigi vizsgaközpontokat, viszont ezeknek az akkreditációja még csak a közelmúltban indult el, tehát jelenleg még nem álltak föl ezek a vizsgaközpontok. Ezért az átmeneti időszakban az innovatív képzéstámogató központ bonyolítja a vizsgákat, viszont hát ők sem csináltak még ilyet, és ezek az együttműködések a képzők és az IKK között is most jönnek létre, tehát a vizsgákkal egy kicsit késésben vannak. Nagyon reméljük, hogy minél hamarabb sikerül a vizsgáknak a kereteit letenni, meghatározni azt a vizsgarendet, ami a képzők számára, vagy akár a mi számunkra is megfelelő, és el tudják kezdeni a tavasszal végzett résztvevőinknek a vizsgáztatását. Akik erre várnak, azoknak még a türelmüket kérjük, mi is erre várunk, hogy az IKK elindítsa a képzéseket. Az év vége felé, illetve legkésőbb a jövő év elején pedig azt reméljük, hogy fölállnak majd az új akkreditált vizsgaközpontok, és ők már professzionálisan erre készülve tulajdonképpen meg tudják majd oldani ezeket a szakmai vizsgákat. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez egy átmeneti állapot, ami nagyon rövid idő alatt meg fog változni, és elkezdődhetnek végre a szakmai vizsgák, a szakmai képesítő vizsgák, amiket az IKK szervez. Ezen az ábrán az államilag elismert képzéseinket hasonlítom össze. Ugye emlegetem, de hát akik jelen vagytok, most nézitek ezt a kis összefoglalót, bizonyára valamennyien tudjátok, hogy volt egy változás. Megszűnt úgymond az OKJ, bár itt-ott interneten találkozhattok még olyannal, hogy még utolsó lehetőség becsatlakozásra, még most végezhetsz OKJ-s képzést. Ezek már nem új képzések, hanem ezek a 2020 év végéig indult képzésekbe való becsatlakozásokat jelentik. Mi nálunk már nincsenek ilyenek, mi 2021 elejétől kezdődően már az új rendszer szerint tartjuk a képzéseinket.
És amint látjátok az ábrán, ezek nem változtak, attól, hogy nem OKS-nak hívjuk, ugyanúgy megmaradtak ezek a képzések, fitness instruktor, csoportos fitness instruktor, személyi edző, sportoktató, ezek, amik munkavállalásra jogosító képzések, szakmai továbbképzésnek minősülnek az erőléti tréner és a korrektív tréner, ezek még a korábbi képzési rendszer szerinti képzések, amik 2022. december 31-éig még indíthatóak, úgyhogy ezek ilyen kifutó rendszerben mennek még. Mi változott? Ezt is összefoglalom, bár elmondtam már néhányszor, de azoknak, akik újonnan szeretnének becsatlakozni, és nem követték idáig figyelemmel a korábbi előadásokat, jó, hogyha tisztában vannak vele. Ugye 2020 év végig OKS képzéseket indíthattunk, 2021-től ezek már szakmai képzés nevet viselnek. Közös bennük, hogy központi szakmai és vizsgakövetelménye van mind a kettőnek, tehát ezeket valamiféle jogszabály 2020-ig, illetve 2021-től pedig minisztériumi rendelet adja ki ezeket a központi programkövetelményeket. Nekünk a képzéseinket a minisztériumi rendelet alapján kell megtartani, és ez alapján készítjük el a saját képzési programunkat. Közös a korábbiban és a mostaniban, hogy mindezek államilag elismert képesítést nyújtanak, hogyha elvégzi valaki ezeket a képzéseket, akkor munkavállalásra, tevékenység végzésére ezek feljogosítanak. Korábban így úgy hívtuk, hogy komplex szakmai vizsgát tesznek a résztvevőink a képzés elvégzése végén, most pedig szakmai képesítő vizsga lesz ennek a neve. Korábban a vizsgaközpontban, most annyi változik így a vizsgázók felé a megnevezésben, hogy akkreditált vizsgaközpontnak fogják ezeket hívni. És van egy újdonság, a sportoktató képzést kivéve, az, hogy valamennyi képesítő vizsgával végződő képzés esetében portfóliót is kell készíteni a résztvevőknek. Ez a portfólió majd a képesítő vizsgára fog kelleni, a képzés során készítik a résztvevők, és a saját képzésüket, illetve a személyi edző képzés során az általuk vezetett edzésprogramot dokumentálják végig a képzés megkezdésétől egészen a képzés befejezéséig. Ezt a portfóliót kell majd a képesítő vizsgára magukkal vinni, és a vizsgán ezzel kapcsolatosan is kapnak feladatokat, ami a képesítő vizsga részét képezi. Felnőtt képzés annyiban változott, hogy most már minden képzőnek be kell jelentkeznie legalább a felnőtt képzés hatája alá. 2020-at megelőzően, tehát 2020-ig még ez nem volt kötelező, hanem voltak az engedélyezett képzések, és voltak ezen kívül azok a úgynevezett piaci képzések, amiket szabadon tarthattak a képzők. Most ez változott, aki bármiféle képzést szeretne tartani, nem térek most itt ki a vállalati belső képzésre vagy egyebekre, hanem kifejezetten most a felnőtt képzésben, ami benneteket is érint, piacról elérhető felnőtt képzésekről beszélek. Ebben az esetben regisztrálni kell a kormányhivatalnak az erre a célra szolgáló rendszerében, felnőtt képzési akkreditációs rendszerben, és kapnak egy bejelentésszámot. Ugyanakkor ez csak arra szolgál ez a bejelentésszám, hogy képesítéshez nem kötött képzéseket, képesítővizsgával nem záródó képzéseket végezzen valaki. Tehát ezek a korábban szabadpiaci képzésként tartott képzések. Aki viszont olyan képzést szeretne szervezni, amely a végén képesítővizsgával zárulhat, és azt a szép kék, fedeles, keményfedeles bizonyítványt kapja a végén, amivel munkát vállalhat, annak a képzőnek, aki ilyen képzést szeretne tartani, meg kell szerezni az engedélyt is a felnőtt képzéshez. Itt látszik a dián, hogy azok, akik bejelentés alapján tartják a képzésüket, egy B betűvel kezdődő bejelentés számot kapnak, azok, akik pedig engedély alapján tartják a képzéseiket, egy E betűvel kezdődő engedély számot is kapnak. Az IVI-nek ugye mind a kettő van, hiszen a mi képzési portfóliónkban, mint ezt majd később látni fogjátok, szerepelnek olyan piaci képzések, amik nem zárulnak képesítő vizsgával, és szerepelnek olyanok, amik pedig képesítő vizsgával záruló szakmai képzések.
Ez nagyon fontos számotokra is, lesz majd itt az előadásom végén még egy dia, amiben fölhívom a figyelmet egy elég megtévesztő kialakuló félben lévő gyakorlatra. Szakmai képzés, összefoglalom ezen a dián, hogy mit is értünk tehát szakmai képzésen. Ez egy olyan képzés, ami munkakör betöltésére jogosít, munkatevékenység végzésére felkészít, felnőtt képzési engedély alapján végezhető, központi programkövetelmények határozzák meg, amelyek mindenki által nyilvánosan elérhetőek az ikk.hu honlapján. Ez az innovatív képzés támogató központnak a honlapja, amely egyben a vizsgákat is szervezi. A képzés végén a résztvevő a képzőintézménytől a felnőtt képzési adatszolgáltatási rendszerből kigenerált tanúsítványt kap. Ennek a feltétele a sikeres záróvizsgának a letétele, ez még a képzőnél, az úgymond sokan úgy ismerik, hogy modulzáróvizsgának a sikeres teljesítése. És ennek a tanúsítványnak a birtokában a sportoktató képzést kivéve a portfóliótokkal a kezetekben jelentkezhettek az akkreditált vizsgaközpontban, illetve jelenleg az IKK-nál szakmai képesítő vizsgára, ami által ugye a végén államilag elismert szakképesítés szerezhető. Két külön dokumentum lesz, amit megszereztek egy ilyen képzésnek a végén. Az egyik tehát a tanúsítvány, amit a képző fog kiadni nektek, a másik pedig a bizonyítvány, amit a szakmai képesítő vizsga végén, hogyha ezt sikeresen teljesítettétek, vehettek a kezetekbe. Azokról a képzésekről, amelyeknek a végén nem tudtok képesítő bizonyítványt szerezni, tehát ami nem szakmai képzés, azokról is fogtok tanúsítványt kapni a képzőtől. Egyébként nem kötelező a képesítő vizsgára elmenni, tehát ha valaki nem azért jár valamelyik szakmai képzésre, mert ő ezt a szakmát gyakorolni szeretné, hanem önképzési céllal ezt is megteheti, akkor a képzőnél azt, hogy ő elvégezte ezt a képzést, ez a bizonyos tanúsítvány fogja ezt számára igazolni. Hát és akkor hoztam egy plakátot, hirdetést, ami a neten jött szemközt, és amin hát a kollégák eléggé elcsodálkoztak, én annyira nem, mert hogy a jogszabályokat ismerve tudom, hogy erre van lehetőség. Hát alapvetően önmagában nem szabálytalan, amit látunk, viszont az, aki képzések iránt érdeklődik, nézelődik, és nincs teljesen képben a képzési rendszerrel, azt érheti meglepetés abban az esetben, hogyha nem figyeli most az én előadásomat, és nem kerül azzal tisztában, hogy mire kell vigyáznia. Ugye azt látjuk, hogy itt egy képző intézmény, vagy egy valamilyen szervezet tulajdonképpen egy aerobik oktató képzést indít. És azt látjuk, hogy a képzés 30 óra, 4 nap. Na most, aki végzett már ilyen aerobik oktató képzést, vagy aki hát egyáltalán képben van ezzel az egésszel kapcsolatban, pontosan tudja, hogy hát ezt 4 nap alatt nem lehet jól szakmailag elsajátítani, legalábbis nem olyan szinten, hogy valaki ezt utána magas szakmai szinten tudja végezni. Ez egy minimum 200-240 órás képzés a minisztériumi programkövetelmény szerint. Hogy tarthat mégis valaki ilyen képzést 30 órában? Hát úgy, hogy tulajdonképpen erre a jogszabály lehetőséget ad. Bárki, aki, ahogy az előbb említettem, ebben a felnőtt képzési adatszolgáltatási rendszerben regisztrálja magát és szerez egy bejelentésszámot, az tulajdonképpen onnantól kezdve bármiféle képzést tarthat. Ő ki tud majd állítani a képzésre ennek a 30 órás képzésnek a végén egy tanúsítványt, amivel utána a résztvevő tulajdonképpen boldog, hogy van egy tanúsítványa, mert elvégezte ezt a képzést, viszont ezt nem lobogtathatja, amikor bármilyen edzőteremben vagy bárhol munkára jelentkezik, és hogyha nincs valamilyen sport képesítése, tehát nincs meg ez a bizonyos kemény fedeles bizonyítványa, vagy pedig felsőoktatási intézményben, egyetemen nem szerzett sport oktatásra, illetve sportolókkal való foglalkozásra feljogosító oklevelet, akkor az az illető, aki csak ezt a képzést végzi el, nem tarthat aerobik órákat. Ezzel tisztában kell lennetek.
mi kellene ahhoz, hogy tarthasson, egy olyan képzést kell választania, ami képesítő vizsgával tud zárulni. Ennek a tanúsítványnak a birtokában nem lehet képesítő vizsgára jelentkezni. Van egyébként, ugye azt mondtam, hogy nem szabálytalan, azért mutatnék ennek a plakátnak az alján, vagy hirdetésnek az alján egy olyat, ami azért már szabálytalan, és amire én azt mondom, hogy itt már azért a szándékos megtévesztésnek is a gyanúja felmerül, ugyanis a képzést meghirdetők egy engedélyszámot tüntetnek fel, ugye azt írják itt lent a kis poszternek az alján, hogy képzés engedélyszáma, ugyanakkor maga a szám B betűvel kezdődik, ez nem engedélyszám, hanem egy bejelentésszám, ez nem jogosít fel arra, hogy valaki szakmai képzést tartson. Úgyhogy erre figyeljetek oda, mert egyre több ilyen lesz várhatóan, és hogyha nem vagytok képben, akkor könnyen belefuthattok egy olyanba, hogy elvégeztek egy képzést, kézbe veszitek a tanúsítványotokat, és amikor ezzel mondjuk vállalkozói igazolványt szeretnétek kiváltani, akkor nem tudtok. Azzal legyetek tisztában, hogy ha van valamilyen sportképesítésetek, akkor önképzés céljából ez jó, és akkor fogtok tudni ezzel dolgozni is. Ha nincs sportképesítésetek, akkor kizárólag önképzési céllal végezhetitek el. Ez a díja még egyszer összefoglalja, amiket az előbb elmondtam. Képzőnek legyen engedélyszáma, az IV-nek van egy E betűvel kezdődő engedélyszáma, 2020/111-es számon szereztük ezt meg. Minimum 200 órás egy ilyen képesítő vizsgával záruló képzés, és azt tanácsoljuk, hogy amikor jelentkezel és kétségeid vannak, mert nem derül ki egyértelműen a hirdetésből, akkor tedd meg azt, hogy rákérdezel, megkérdezed, hogy a végén tudsz-e majd menni képesítő vizsgára. Nyilván meg nem téveszthetnek, mert az már szigorú szankciókkal jár. És akkor ezek után milyen képzéseket indít az IV 2021-ben? Ugyanazokat, amiket eddig is. Elsősorban most itt a szakmai képzésekre gondolok, illetve azokra a korábbi engedélyezett képzésekre, amelyek szakmai továbbképzésnek minősülnek. Szakmai képesítésekre jogosító képzéseink továbbra is a fitness instruktor képzés, valamint az intenzív fitness instruktor, a csoportos fitness instruktor, személyi edző és intenzív, tehát személyi edző képzés, amelyet intenzív tanfolyamon sajátíthattok el. Indul a sportoktató képzésünk. Október 9-én indítjuk a fitness instruktort és az intenzív fitness instruktort, a csoportos fitness instruktort és a sportoktatót. November 6-án indul a személyi edző és az intenzív személyi edző, és erőnléti tréner, illetve korrektív tréner szakmai továbbképzéseket is indítjuk november 13-án. Úgyhogy ezek indulnak a szakmai továbbképzések és képzések tekintetében. Vidéki képzéseket is tervezünk indítani, amennyiben a pandémiás helyzet lehetővé teszi. Ez azt jelenti, hogy mivel az elméletnek a nagy részét most már online jelenléti képzéseken tartjuk, ezért a vidéki képzéseknél igyekszünk majd az edzőtermi gyakorlatot a vidéki helyszíneken megtartani, és természetesen Budapesten is. Tehát fitness instruktor Szegeden, Győrben és Pécsett, csoportos fitness instruktor Győrben, személyi edző pedig Szegeden és Győrben érhető még el Budapesten kívül. Azt kell tudnotok, hogy egyébként az elmélet az online jelenléti képzés formájában valósul meg, az azt jelenti, hogy e-learning webinár formájában fogják az oktatóink leadni. Ezeken a jelenlét nem kötelező, de erősen elvárt. Az online jelenléti órákon való jelenlét nélkül én azt gondolom, hogy nem lehet levizsgázni. Tehát aki azt gondolja, hogy online ráadásul nincs is igaziból jelenléti év, tehát nem kell, hogy ott legyek, az nagyon téved, mert lehet, hogy megúszta az órát, de a vizsgát azt nem fogja tudni letenni. Úgyhogy nagyon kérjük, hogy ezeken is legyetek ott. A gyakorlati edzőtermi órák, azok pedig természetesen kötelezőek mindenki számára. Ha időközben beüt megint a járványhelyzet, akkor ezeket a korábbiakhoz hasonló módon videós megoldásokkal fogjuk számotokra prezentálni. Akkor a nagy videós
videós tananyag repertoárunk van, ami már bizonyított az első fél évben és 2020-ban, hogy ezekből is fel lehet készülni a vizsgákra. Természetesen az lenne a jó, hogyha ezeket, mint az elején is mondtam, személyesen meg tudnánk tartani. A képzéseink nem csak képesítő vizsgához kötött szakmai képzések, és nem csak szakmai, egyéb szakmai továbbképzések, hanem mint ezen a rendkívül összetett ábrán látjátok, rengetegféle képzésünk van. Én nem fogom ezt most itt mind felsorolni, mert a rendelkezésemre álló időkeret az lassan lejár, úgyhogy csak szeretnélek biztatni benneteket, hogy látogassatok el az IVI-nek a honlapjára, ahol a képzési portfólió letölthető, megtekinthető, áttanulmányozható, illetve van most már egy karrier választó vagy karrier segítő applikációnk is, amiben a céljaitoknak megfelelően az eddigi képesítéseteket és eddigi tanulmányaitokat is feltüntetve ki tudjátok választani, hogy melyik lenne számotokra az a képzés, ami hát választható, rendelkezésetekre áll, és nektek is a legjobb lenne. Úgyhogy ezt a karrier tervező kis applikációt is használjátok bátran. Köszönöm a figyelmet, de még ne menjetek sehová, mert pillanatokon belül érkezem a képzési hitellel. Ugyanis nagy újdonsága a mostani rendszernek az, hogy a felnőtt képzésben is igénybe vehető a képzési hitel, ami azért kitágítja a lehetőségeket, és lehetővé teszi azt, hogy az is, aki egy összegben, vagy akár nagyobb részletekben nem tudja most előteremteni a képzésnek a tandíját, az megtehesse ezt úgy, hogy egy gyakorlatilag 0%-os kamattal, vagy nagyon minimális kamattal hitelt vesz fel rá a tanulmányaira, úgyhogy ezt fogom nektek bemutatni az elkövetkező néhány percben. Köszönöm az eddigi figyelmeteket, és maradjatok velünk!